Az összes szereplőnek szakértő segítséget ajánlottunk fel a felvétel előtt, alatt és után is. Ő nehéz esett, már voltunk nála korábban. Nagy ellenállásba fogunk ütközni. Sandra maga szerint hány gyertyája lehet? Úgy 30. 6, 12, 20. Ha elmegyek vásárolni... 99. Mindig veszek. 130, és még akad. Hát 30-at mondtam, a többit elfelejtettem. Nyilvánvalóan szenvedélybeteg vagyok. Menniük kell. London külvárosában, Enfieldben egy takaros ikerház leplezi a nagy rendetlenséget. Ez a nappalim. Azt mondanám olyan, mint egy romhalmaz. Jó lenne látni a kanapémat. Már évek óta nem is használtam. Az elmúlt két évtizedben a 67 éves egyedülálló Sandra zsúfolásig telerakta az otthonát. A nappali, az átjáró, a gardrob és a vendégszoba is dugig van. Megőrülök tőle. De ami még megdöbbentőbb, hogy Sandrának volt már egy lomtalanítása 3 éve. A dobozok a plafonig álltak itt. Kaptam segítséget, de a gyűjtögetés egy függőség, ez nem vitás. Sok dolog, amit megvesz, ki sincs nyitva. 2019. február 23-a. Ez már közel 2,5 éve volt, ugye? A tényleges vásárlás fontosabb neki, mint a kicsomagolás. Talán fél órába telik megtalálnom az ollót, de nem baj. Mindig elhagyok dolgokat, ez megőrít, mert nem tudom, mit hol találok. Mindent meg kell mozgatni, hogy meglegyen. 2 órát tölteni valami megtalálásával, akkor már gyorsabb venni egy újat. Itt egy kosár, tele olcsó szemüvegekkel. Mert drágát nem merünk venni, hiszen csak lerakjuk valahova, és elveszítjük őket. Sandra, az egykori jogi asszisztens, munkamániás volt. 100 órákat dolgoztam hetente. Végül a túlzott igénybevételtől reumás lettem. Az ujjaim elgémberedtek, és többször kellett műteni is. Nagy trauma volt. Utána már nem tudtam folytatni a munkát. Az élete pedig 2003-ban teljesen szétesett. Mindez akkor kezdődött, amikor anyám elhunyt. Akkor indult ez az egész. Társfüggő voltam anyámtól, és amikor hirtelen meghalt, kicsúszott a lábam alól a talaj. Nem tudtam megbirkózni vele. Esküszöm, ez onnan indult. A vásárlással terelte el a figyelmét. Mécses tartónak tűnik. Imádom a gyertyát. Elmenni a boltba és venni valamit, az mindig izgalommal tölt el. Újra és újra át kell élnem. Egy mécses tartó. Nagyon kis aranyos. Mintha nem lenne elég. Csak ülsz és gyönyörködsz bennük, aztán 2 óra múlva elfelejted az egészet, el kell menned egy új dologért, hogy megint örömet okozzon valami. A kutyának minden napra jutna egy új takaró. Így él a rogyásig megpakolt házban. 16 évig éltem boldogtalanságban. Akarok pár évnyi boldogságot. Mindent át kell pakolni, ha kell valami. És az otthonomat is vissza akarom kapni, mielőtt feldobom a talpam. Mert különben innen visznek majd a sírba, és nem akarom így itt hagyni az ingatlanomat. 3 év telt el, hogy kitakarították Sandra otthonát, és a takarítódívák most visszajönnek segíteni. A munkájuk 30%-át a visszatérő ügyfelek adják. Tudják, az egyetlen megoldás, ha Sandra teljesen együttműködő.
2017-ben már voltunk nála. Nem tudom, mennyire vészes most, de nem sok jóra számítok. Remélem, eljutott arra a pontra, amikor komolyan elhatározta, hogy ennek véget kell vetnie. Szerintem meg kell győznünk erről. Meglátjuk. Üdv, Sandra! Bemehetünk? Persze! Megnézhetjük a nappalit? Iha! Sandra! Semmi nem változott. Mi történt? Még rosszabb. Szerintem nem. Nagyon sok a papír. Ez az? Feltornyosultak a papírok. Mindenhol. Nem biztonságos. Nem. A dívák látni akarják a ház többi részét is. Hogy hagyták 3 éve? A lépcsőt is takarítani kell. Megint tele van. Veszélyes, igaz? És az átjáró is. Jó ég. Tudod mit? Nem is emlékszem, mi volt itt. Sokat ennivaló. Egyszerre meg se tudjuk csinálni. Koncentráljunk most a földszintre. Tényleg segítségre van szüksége. Sandra, körbenéztünk fent, de minden a régi. Nekem teljesen kaotikusnak tűnik. Sokkal rosszabbul fest, mert szétburjánzik a szobában. Terjed. Sandra azt tervezi, hogy a dolgai nagy részét eladja egy bolhapiacon, de a dívák már hallottak erről. Készen áll, hogy megszabaduljon ezektől a holmiktól? Természetesen. Remek. Átnézem. A múltkor még nem állt készen, de majd holnap kiderül, hogy most változott-e a helyzet. Valamiket megtartok. Ezt. Jó. Azt, és azt. A gyűjtögetés egy függőség. Rendben. Nagyon várjuk a holnapot. Nyilvánvalóan szenvedélybeteg vagyok. De változtatok rajta. Remélem. Következik. 1, 2, 3, 4 porszívó. Milyen örökölni egy rumlit? Most, hogy anya nincs itt, nehéz ezektől megszabadulni, mert ragaszkodott mindenhez. Fantasztikus. Egy megreformált gyűjtögető visszaesik. Valahová el kellett raknom ezeket a holmikat. És Sandra nem csak a kutyájával osztja meg az otthonát. Van itt egy kukac, ami még él és mászik. Mi? Liverpool egy elfeledett kis sarkában bújik el a 18. századi bajós villa, amiben a lomok hevernek. Ez egy hatalmas, gyönyörű szoba volt, és így végezte. Rachel megrökölte a családi otthont, amit Norma, az édesanyja zsúfolva hagyott. Van 1, 2, 3, 4, 5 babakocsi. Babák, ruhák, alul egy kertiszék, egy íróasztal, minden tele. Elég nehéz így látni. Norma 4 évvel ezelőtt hunyt el, 75 évesen, és Rachel most magára maradt a lomokkal. Nagyon hiányzik. Egy igazi egyéniség volt. Tényleg hiányzik. Hat hálószobával 5 emeleten nagyon más volt Rachelnek felnőni ezen a grandiózus helyen. A ház csodás volt. Igazán szép. Családi otthon volt, és makulátlanul tisztán tartotta. Nagyon sokáig büszke volt a házra. Ez az ebédlő. Itt tartottuk a családi összejöveteleket, bulikat. Állt egy óriási asztal a közepén. Körbeült a család, a barátok. Állandóan takarított. Anya az a típus volt, aki beszélgetés közben is a telefont takarította. Tisztaság uralkodott. Ismert volt erről. Ez anyukám szobája. Minden érintetlen. Még itt vannak a dolgai. Vannak fent kosztümjei 1950-ből, első randis ruhák, meg ilyesmik. Mindent megtartott, ami jelentett neki valamit. Bár utaltak jelek arra, hogy Rachel édesanyja szeret eltenni dolgokat, mindennek megvolt a helye. De az évek alatt ez megváltozott. Amikor idősebb lett, nem tudott felvinni tárgyakat a lépcsőn. Oda tette le, ahova gondolta, és nem hagyta, hogy bárhogy is segíts neki. Csak bepakolta a dolgozóba, ahol feltornyosultak. 1, 2, 3, 4 porszívó.
Mert mindig úgy gondolta, hogy meg lehet javítani, majd egy nagybácsi megcsinálja. De volt, ami javíthatatlan volt, mégis megtartotta, hátha. Olyan, mintha bezárta volna magát ebbe a szobába, a szófára. Asztalok vették körül, dobozok voltak tele mindenfélével. Nem hiszem, hogy valaha is használt varrógépet, de abból is van pár itt ott a házban. Szerintem tudta, hogy ez gyűjtögetés, de nem kért volna segítséget. Nem engedett volna be senkit, hogy elvigye. Mondtam neki, amikor rosszabbul lett, hogy ne hagyja rám ezeket a dolgokat, mert ki fogom dobni. Azt mondta, az már nem érdekli. Most, hogy anya nincs itt, nehéz ezektől megszabadulni, mert ragaszkodott mindenhez. Minden eszembe jut, amikor belépek ide. A szüleim neve bele lett vésve a gerendákba, amikor épült a konyha. Lényegében az életünk, az összes emlékünk van felhalmozva itt a házban. És most ezeket a kincseket kell megőriznem. Rachel halogatta az édesanyja halála óta, de most meghozta a nagy döntést, hogy kitakarítassa a házat és eladja. Amikor idejövök, látom, hogy néz ki. És akkor arra gondolok, megérdemel valakit, aki életet lehel bele, mert most csak haldoklik. Nem akarok belőle múzeumot, hogy az emlékek miatt látogassam. El kell engednem. De készen áll majd búcsút inteni édesanyja dolgainak? A törmelék és a dobozok alatt van egy sezlon. Így mondjátok? Hogy hívjátok? Nem tudom, mi a másik neve. Kicsit aggódom a takarítás miatt. Nem tudom, milyen érzés csak úgy kidobni a holmikat. Szomorú, de el kell választanom az érzéseimet a tárgyaktól. Nagyon nehéz lesz. Eközben Enfieldben Sandra vásárlási mániája nagy rumlit okozott neki, amiből végre elege van. Hova tennék még egy dobozt? Már van elég belőlük. 3 évvel korábban már segítettek neki, és a takarító dívák most újra itt vannak Hayleyvel, hogy a helyes útra próbálják terelni. Ő nehéz esett, már voltunk nála korábban. Nagy ellenállásba fogunk ütközni. Én csak tudom. Na gyerünk! Fekete zsákok, hova tettük őket? Sandra, maga szerint hány gyertyája lehet? Úgy 30. Annál biztos több. Imádom a gyertyát. Nem tart sokáig, hogy kiderüljön, mivel állnak szemben. Ha azokat is beleszámoljuk, akkor 6, 12, 20, 32, 48, 68, 70... 72, 74 eddig. Még itt is van. Nem már. 97, 99, Istenem, 100, 130, és még akad. Hát 30-at mondtam, a többit elfelejtettem. Allison. Igen? Nem hiszi el. Ugye nem? Gyertyák. Igen. Hova kerültünk? Ne tegye a dobozba, felmennek a hálómba. Csak aggódom, mennyi helye lesz így. De a rendetlenség nem csak helyhiányt okozott. El akarom húzni ezt az asztalt, hogy kiporszívózzak mögötte. Molylepkék vannak ott, egy nagy csomó. Sandra összezsúfolt dolgai között kiváló szaporodási hely van a molylepkéknek. Van egy a plafonon. Hol a spré? Gyorsnak kell lenni. Jó. Oh. Elrepült. Igen, ezért mondtam. Nagyon fürgék. Bizony. Ott van. Hova lett? A minden itt, de gyors. De a molylepkék sokkal nagyobb gondot okoznak. Most találtam ezt a jacket, és a legrosszabb állapotú, amit valaha láttam. Tele van petékkel, kukacokkal, meg ilyesmivel. Szörnyű. A molylepkék szeretik ruhákon lerakni a petéiket, mert amikor a kukacszerű lárvák kikelnek, lakmározhatnak az anyagból. Ez nagyon durva. Találkoztunk máshol is mollyal, de közel se volt ilyen súlyos a helyzet. Nyilvánvalóan nagyon sok van belőlük. Addig nem lehet kitakarítani, amíg nem tudjuk, hogy mi marad, úgyhogy... Ha marad a házban, abból sokkal nagyobb baj lesz. A padlószőnyegbe is belemehet. A gyűjtögetés molylepke inváziót okozott, így a díváknak gyorsan el kell tüntetniük a kupacot, mielőtt késő lenne.
Sandra, nézze, mi van itt. Mi az? Ellepik a kabátot. Van itt egy kukac, ami még él és mászik. Mi? Megölni. A kukában a helye. Így van. 100 font értékű volt. Fogalmam sincs, mit fogok találni az alján. Undorító, ugye? Sajnálom, Sandra, de itt a bizonyíték. Belementek a kutyatáskába. Vadonatúj! Látszik rajta. Tudja, a nap végén amolyan eredmény, hogy mit okoz a felhalmozás. Az a probléma, hogyha túl sok a holmi, nem látszik, mi van alatta, és eltemetik egymást. Ha moly van, attól nagyon nehéz megszabadulni, mert vándorolnak a házban. Az egész házat meg kell csinálni. Értem, de egy nap alatt nincs kész. Úgy értem, majd meg kell. Tudom. Nem kérdés, ezt kell tenni. Tavaly találkoztunk a 66 éves Janice-szel Liverpoolban. Nem érzékeltem a kupacokat. Elismerte, hogy hatalmas problémát okoz neki, és Janice segítséget kért a professzionális takarítótól, George-tól. Meg kell szabadulnom tőle. Ma egy nagy lépést tesz előre azzal, hogy engedi elvinni az óriási kupacot. Tűnjön el minden. Ezért vagyunk itt. Mi leszünk a karja, a lába és a szeme. De nem könnyű. Nem. Mit? Megjavítom. Hogyan? Én sem tudom. Vehet valami hasonlót. Nem. Azok nem mennek. Mondtam, maradnak. Mondtam, hogy azokat nem. A bőröndök? Hol a másik? Azokat ne! Végül Janice felügyelete alatt a ház nagy része ki lett takarítva. Remek. Fantasztikus. Az biztos, hogy így más lett. Ez a kis rész. Igen. Ösztönzött, hogy ezt tegyem. Köszönöm. Nem gond, akkor legközelebb. Igen. Tizenkét hónap alatt Janice megfékezte a gyűjtögetési szokását. Az a rész üres volt. Valahová el kellett raknom ezeket a holmikat, ezért visszakerültek oda. Mindenhol van. Amíg nem tűnik el minden, nem tudom megállni. De most még nagyobb problémával kell szembenéznie. A COVID-járvány arra késztette, hogy alapvető dolgokat készletezzen. A lezárás alatt azt vettem észre, hogy felhalmozódott az étel. A nemzeti pánik szele sokaknál kiváltotta ezt. Egyre többet és többet halmoztam fel, és ahogy a szatyrokat néztem, tudtam, hogy most az étellel kezdtem el ugyanazt csinálni. Ami egy éve még rendben volt, ma már újra káosz. Amikor a gyűjtögető visszaesik, kezelni kell a mögöttes problémákat, ezért a pszichológus és felhalmozás szakértő Claire Dahil segítségét kérték. A gyűjtögetők egész életükben vágyat éreznek erre. Az életük különböző időszakaiban néhányuknál ez erősebben felszínre tör, mint máskor. Bár megpróbálhatja csírájában elfojtani ezt a viselkedést, ha érzi, hogy újra urrá lesz rajta. Hello! Üdv, Janice! Jöjjön be! Köszönöm! Körülnézhetek? Persze! Nagyszerű! Valójában kicsit zsúfoltabb, mint gondoltam. Egy része abból épült, amiket láttam. Janice? Igen? Ide jönne, hogy beszélgessünk? Igen.
Janice elmeséli Claire-nek, milyen hatással volt a vásárlási szokására a lezárás. Aggódom. Ahogy hallom másoktól, hogy többet vásárolnak, és a polcok újra lefogynak. Rémült voltam, hogy mit csináljak. Vásároljak, vagy ne? Ne kezdjen el felhalmozni, mert mikor fogja abba hagyni? Nincs vége. Ennivaló, igen, azt talán kelleni fog, jobb, ha van több. Pont ez aggaszt, látja. Erre szükségem lehet, meg arra is, és nincs megállás. Bármikor megy vásárolni, az első dolog, amit tisztázom magával, hogy van elég. Kezdjen el listát írni, ha boltba megy. A szükséges dolgokról. Évekkel ezelőtt írtam listát. Ne vegyen semmit, ami nincs rajta. Ne. Mondja magában, hogy nincs hiány, mert ez a mentalitás megtréfálja. Szabjon korlátokat magának. Az új stratégiákkal Janice már pozitívabban áll az ösztönös vásárlásainak megfékezéséhez. Nem akarok visszaesni. Tudom, hogy vásároljak. Készen áll ismét leszámolni az összegyűjtött dolgaival. Tiszta házat akarok. Minimalista leszek. Enfieldben a lomok már úton vannak kifelé. Figyelem magát, Sandra. De annyi rejtett és kibontatlan kincs között Sandrának minden nap karácsony. Ez 2019. januári. Mi van itt? Tudom, mi ez. Tényleg? Igen. Sandra még mindig sóvárog a vásárlás okozta izgalomra. Hűha! Mi az? Pizsama. Sejem. Ez meg egy Lulu Guinness sminktáska. Jézusom! Nézd el, van itt egy 2019-ből. Mit vásárolt? Szent ég, ez egy ajándék magamnak. Igen, mert akkor mindig azt kapod, amit szeretnél. Ebben van igazság. A baj csak az, annyi mindenem van. Nem tudom, hogy mim van és mim nincs. Most rátapintott, van, aminek mennie kell. Tudom, de szeretem őket. Kicsit nehéz megválnom tőlük. A mai reggel után tudom, hogy nehéz lesz, nagyon ellenálló. Mi legyen ezekkel? Azok maradnak. Amikor ennyi holmid van, nem látod a fától az erdőt. És ez? Az kell. Biztos? Igen. Nem áll készen erre, és őszintén nem tudom, hogy az lesz-e valamikor. Mi legyen a pink vázával? Azt tetszik, megtartom. Jól van. A folytatásban Sandrának túl gyors a tempó. Nagyon kimerítő volt. Mindentől meg kell szabadulnom 3 hónap alatt. Janice ki van cserélve. Ez megy. És az ágy is. Majdnem elfelejtettem. És Rachel el tudja engedni édesanyja gyűjteményét? Ő marad. Nem tud, családi dolog. A felhalmozók mindenben értéket látnak, így nehéz elengedniük. Egy játékmotor. Az mehet a bolha piacra. A piacra? Igen. Nem adomány? Nem, piac. Világos. Enfieldben, Sandra házában meglepő dolgok kerülnek felfedezésre. Ezek a hörcsök ketrecek? Teljesen újak. Mennek a bolhapiacra. Sandra egy bolhapiacon tervezi eladni a felesleges tárgyait, de a koronavírus miatt kevesebbet tartanak, így csökken az esélye a készletek eltűnésének. Azt hittem, azt mondtad, Sandra eladományozza a ketreceket. Vadonatújak. De hova tesszük? Nagyon sok helyet foglalnak el, amiket meghagy. Több teret kell felszabadítanunk. De 6 év gyűjtögetés után ez nem könnyű. Micsoda pénztárca? Mehet a bolha piacra. Amikor a dívák 3 éve segítettek neki, már akkor is a bolha piacon tervezte eladni a dolgokat, de ez nem történt meg. Úgy érzem, ezt el kell adnunk. Ebbe a dobozba gyűjtöm. Igen. Akkor eladni? Igen, igen.
Nem, megtartom. Ezek nem kopottak? Nem, maradnak. Mindkettő? Igen. Nem tudjuk rendbe tenni a szobát, nem lehet kiüríteni. Nem fognak addig eltűnni, amíg tényleg nem kerülnek egy bolha piacra. De ezek itt vannak már 3 éve. Erről beszéltem. Ez nyugtalanít. Az emeletre pakolt fel a dolgokat. Egyre zsúfoltabb lesz. És ott egy teli átjáró is. Beszélnünk kell vele őszintén. A dívák szembesítik Sandrát a kellemetlen igazsággal. Igazából attól tartunk, hogy ezek a dolgok vissza fognak kerülni a nappaliába. Nem, el fogom adni. De sok hely kell nekik, és itt már alig férnek el. Csak gyakorlatias vagyok. Tudja, mi ilyenek vagyunk. Mit szólna, ha az eladásra szánt dolgokat elzárnánk ingyen 3 hónapra, és dobozonként tudná elhozni? Ennyi idő alatt kell eladnia mindent. Stresszel, hogy mindentől meg kell szabadulnom 3 hónap alatt. Nem ezt akarjuk, csak próbálom átgondolni, hogy esetleg egy helyen tároljuk, ahol árulni is tudná, és átlátná, mik vannak ott. Igen, de egyszerre csak egy dolgot tudok. Talán néhány holmit, ami eladásra kerül, be lehetne tenni a fészerbe. Ott van hely, kellene. A fészerben? Igen. Van. Jó ég, a mindenit. Ez komoly? 2-szer ennyi helyre való dolgot kell betennünk. Ezt kirakjuk. Azt hitte, több helyet nyerünk így. Csodát kell tennünk. Sandrának fontos, hogy érezze, van értékes dolog is a kupacban. De ha ragaszkodik ahhoz, hogy ebből bevétele legyen, az vissza is tarthatja. A holmik már 3 éve itt vannak. Fogalma sincs, hogy mennyit érhetnek egy bolha piacon. Lényegében sokan azért mennek ki oda, hogy fillérekért vegyenek valamit. Tudod, mi fog történni? Kiviszed oda az összes holmit, semmit nem adsz el, és mind visszajön. Még optimista vagy? Szomorú tény, hogy sok gyűjtögetőt túlél a rendetlensége. Ez a szoba tele van gyerekkori dolgokkal, gyerekágyakkal, babakocsikkal. Nyírkos is, és töröttek az ablakok. Liverpoolban Rachel még mindig próbál megbirkózni az édesanyja halmozásával, aki 4 éve meghalt. Nehéz, tényleg az. Minden tárgyhoz kapcsolódik, mintha belőle engednék el egy darabot, amikor ezeket a dolgokat kell kipakolnom. De ma egy nagy lépést tesz előre azzal, hogy engedi elvinni az óriási kupacot. Joe a takarító specialista, ilyen esetekkel foglalkozott az elmúlt 15 évben. Az édesanyja otthon volt, és nyilván sok emlék köti hozzá. Ezért nem tud megbirkózni azzal, hogy megszabaduljon a holmiktól. Ilyenkor jövünk mi, és segítünk. Hello! Hogy van? Bejön? Igen, megnézem, mi vár ránk. Ez a főszoba? Ez minden. Feszültek vagyunk. Sok emléket látok itt. Igen, mindenhez kötődik valami. Bármit csinálunk, először átnézetjük magával. Nem fogunk semmit csak úgy kidobni. Rachel extra támogatást kap a lányától Katie-től. Az a tiéd volt. Az egész gyerekkoromat itt töltöttem. Minden nap vele voltam. Szinte mindig. Katie-nek érzelmi kötődése van nagymamája néhány tárgyához. Julie, Istenem, ő anya babája volt, aztán nekem adta. A legjobb barátom volt. Mindenhova jött velem. A családtagja. Egyszer beraktam a kádba, és leestek a lábai. A mamám mérges volt. Julie megy a szemétbe? Nem hiszem, hogy odavaló. Ő öröklődik tovább. De Katie tudja, mindkettőjüknek erősnek kell lenni, hogy elengedjenek dolgokat. Még a kis buta dolgok is a mamára emlékeztetnek, de akkor azok nem ilyenek voltak. Így a legjobb, ha hagyjuk ezeket a holmikat elmenni.
Joe elkezdi a lomtalanítást. Egy oldalra ide vagy kintre? Akkor csak hagyjuk itt. És jól haladnak. Mikulás sapka? Én el vagyok nélküle, megtarthatja. Nézze a szemüvegeket, ahol az egerek voltak. Akkor nem kell, dobja ki. Anya mondaná, hova viszed ezt? Miért teszed azt? Valahogy még használható, milyen kár. Egy öreg porszívó. Képes lapok anyámnak. Megtartotta őket. Szomorú, igaz? Kicsit az. Ahogy a konténer kezd megtelni, Rachel vajon meggondolja magát? Tudja mit? Úgy érzem, állandóan engem néz. Marad? Ez emlék. Sok minden köt hozzá. Nem könnyű látni, hogy idegenek túrják át a dolgainkat, mert ezek jelentenek nekünk valamit. Ők felpakolják a dobozokat és kidobják a konténerbe, mert nekik csak szemét, de nekünk az emlékeink. A jó életbe. Kifelé. Közben Enfieldben. Üdv! De kedves! Az életviteli coach Alex Klokaris jött, hogy segítsen Sandrának megbirkózni a kényszeres vásárlásával. A függőség része a félelem, a pánik, hogy adni akar magának, de nem tudja hogyan. Ha ki tudjuk tölteni ezt az űrt pozitívumokkal... Igen, így van. A lelkemben lévő lyuknak szoktam hívni. Amikor anyám elment, nem tudtam kezelni, és az italhoz fordultam, mert az adott erőt, hogy folytassam a tennivalóimat. Betöltöttem az űrt a lelkemben az ivással. Aztán... elmentem egy elvonó kúrára. 3 évig tiszta maradtam. Kiváló, ez sikerélmény. De továbbra is vágytam a nyugalomra és a kényelemre. Ekkor kezdtem gyűjtögetni. Sandra az egyik függőséget egy másikra cserélte. Tárgyakkal tömtem be az űrt. Gyors megoldást adott. Nyilvánvalóan szenvedélybeteg vagyok. Van valami, ami aggasztja, hogy nem lesz képes fenntartani az új életformáját? Ha a szobák egyszer rendben lesznek, találnom kell valami elfoglaltságot a boltba járás helyett. Fontos pillanat Sandrának, hogy kezdi megérteni a problémáját. Bármi, ami szélsőségig fajul, függőséggé és megszállottságá válik. A lelke mélyére kell ásnia, hogy megértse, mi az, amire valójában szüksége van, és aztán dolgoznia kell rajta. Ha valami miatt letört voltam, akkor elmentem vásárolni, vagy vettem egy italt. Sokkal inkább tudatában vagyok már a helyzetnek, amibe kerültem. Ez most ösztönzőleg hat rám. Liverpoolban Janice elhatározta, hogy tesz még egy próbát, miután elbukott, hogy rendben tartsa a házát 1 évvel a lomtalanítás után. Becsomagolta a holmikat, és elhívatta a lomtalanítási specialistát, George-ot, hogy elvigye. Nem tudom, mire számítsak. Hello, jöjjön be! Ennek mennie kell, és ezeknek is. Jó. És ennek az egésznek. Oké. Ez megy. És az ágy is. Majdnem elfelejtettem. George igazi változást lát Janice gondolkodásában. Egy gyűjtögetőnek lemondani az új dolgokról, és ráadásul nem is csak egyről, kihúztam még párat, úgy 40 font értékben. Nagyon jól kezeli, igazán. Nem kell a sütő. Tartsa meg! Miért? Nézze! Vigye! Nagyon meglepett a mentális hozzáállása. Nem érdekel, vigye, adja el. Míg régen halogatott, most fel kell és megcsinálja. A fehér zsákokat is.
Csak 5 kilométerre Rachel végre halad édesanyja dolgaival. Istenem, látni a padlót? Az a fotel nem volt üres már 20 éve. Végre kikerülnek a lomok, és felfedez néhány régi elveszett kincset. Jó ég. Évek óta nem láttam. Nem is tudom. Megtartjuk, hát ha ér valamit. Hogy lássa, pénzét tud-e tenni valamit a holmikból, Rachel meghívja a helyi régiségkereskedőt, Angelót, hogy nézze át őket. Összeszedtem minden dolgot a házból, ami esetleg érhet valamit. És betettem ebbe a szobába, hogy meg tudja nézni, van-e köztük néhány eltitkolt kincs. Nagyon szép, honnan való? Úgy tudom, az íróasztalhoz volt. Elég kopott a karfája, 1910 körüli. Egy alapos tisztítás után megérhet 50-60 fontot. Jó. Egy kis bányászlámpa, eredeti. Valószínűleg ér úgy 80-100 fontot. Tényleg? Ez egy kakaós doboz, 1960-ból vagy 70-ből lehet. Megér egy 10-est. Remek. Több a semminél. Abszolút. És a hölgyeim, meg a férfi. Ez a páriai márványhoz hasonló, de gyantából készült utánzat. Azért szép, és valaki biztos ad érte 30-40 fontot. A másikért is. Rachel nagyjából 500 fontot kaphat édesanyja vintage értékeiért. Kicsit jobban érzem magam, hogy pénz van bennük. Igen, sokkal jobb. Máson megakad még a szeme? Az órán. Érhet 120, de 150 fontot is. A szép. Sikeres nap. 20 éve érhetett akár 300, még 500 fontot is. Akkor várok 20 évet. Érdemes, ha 40 lesz, adja el. Ez kedves. A folytatásban Janice boldog. Visszakaptam a mennyországomat, pompás. Az emlékek feltörnek Rachelben. Emlékszem, milyen itt lenni. És Sandra végre felteheti a lábát. Úristen, nem láttam a kanapét 12 éve. Egek, ez is tele van. Liverpoolban Janice végre búcsút int a lomoknak. Mi az? George és csapata formába hozta a helyet mindössze 2 óra alatt. Egy évnyi küzdelem után a rendetlenséggel Janice megkapta azt a házat, amit akart. Nem aranyos. Jó ég. Visszakaptam a mennyországomat. Igen. Pompás. Köszönöm, George. Nincs mit, igazán. Nagyra értékelem. Így marad? Az biztos. Tényleg nagyon jól csinálta, büszke vagyok magára. Köszi szépen. Szívesen, minden jót. Rendben. Ne vásároljon. Kikísérem. Jó. Claire és George segítségével Janice már tudja, hogyan kezelje az okokat, amik kiváltják a felhalmozását. Megkönnyebbültem, el se tudja képzelni. Örülök, hogy vége van, és látom a szabad tereket, ahová inkább leülök, mint hogy telepakoljam. Nincsenek szavak Janice tettére. Szerintem nem fog visszaesni. Nagyon kimerítő érzés. Fantasztikus. Just fantastic. Találtam neked egy ceruzát. Tessék. Rachel gyerekkori otthona majdnem rendben van. A konténer tele van az édesanyja tárgyaival, de az emlékek tovább élnek. Rettenetes. A dolgok, amik itt vannak, lesújtóak. És amikor mindez elmegy, szerintem még több érzést tör majd felszínre. Ha látom, milyen volt régen. De most még egész jól bírom. Megindító, de jó, hogy ez történik.
Rachel 4 évig harcolt, hogy elengedje édesanyja dolgait. A ház gyerekkori emlékeibe kapaszkodott. De most a szoba, ami megállt az időben, és tele volt romokkal, újra a régi fényében pompázik. Ennyi. Kész. Sejtettem, hogy alakul majd. Nézzék azt a falat. Bárki csinálja is meg a takarítást, nagyszerű házat kapnak majd. Istenem! Mit gondolnak róla most? Sokkal jobb. El sem hiszem. Hihetetlen a különbség. Végre látni a szobát. Emlékezni, milyen itt lenni. Nézd a szőnyeget, el is felejtkeztem róla. A falam, mindent látni. Végre látszik. Nem is vettük észre, amikor itt volt a sok cucc. De pazar, igaz? Elégedett vagyok az eredménnyel. Csodás. Szép munka. Rachel most tovább léphet, és eladhatja gyerekkori otthonát. Kár, hogy el kell engedni most, hogy kezd rendbe jönni. Szégyen, de eljött az ideje. Jól éreztük magunkat benne, igaz? Jó lenne, ha valaki be tudna költözni, hogy az ő családi otthona legyen. Jó lenne újra életet látni benne. Egy másik doboz. Meg vagyok lepve, hogy mennyi van. Enfieldben Sandra beleegyezett, hogy a dolgai közül néhányat egy helyi raktárba helyezzenek el. Ez a folyamat része, amit próbálunk teljesíteni, hogy leegyszerűsítsük. És amit igazán akarunk, hogy szokjon hozzá a térhez, ne akarja telezsúfolni. Sandra dolgai már jó helyen vannak, így a takarító divák befejezhetik a nappalit. Rakd ki! Viszem. Sandra 16 évig gyűjtögetett, hogy betöltse az űrt az édesanyja halála után. Azt csináltam, hogy vagy kitöltöttem alkohollal, vagy ha nem azzal, akkor a gyűjtögetéssel. Az egész élete erről szólt. Sandra! Ahol egykor hegyként tornyosultak a dolgok, ma egy nyugodt, pihent erej van. Ez bámulatos lett. Istenem! Bíztunk benne. Kemény munka volt, de megérte. Káprázatos. El sem hiszem, mennyi helyen van. Nem láttam a kanapét 12 éve. Rengeteg a hely. Diszkót is tarthatok benne. Tágasabbnak érzi? Persze. Azt vettem észre, mintha kicsit visszhangozna. Most kicsit üresnek érzem, hogy őszinte legyek. Ez új neki. Most meg kell szoknia a tágas szobát, és miután elmentünk, pihenhet a kanapén a tévét nézve. Szerintem nagyon fogja élvezni. Ez még az út eleje, sok a tennivalója, de élvezze, érezze a nagy teret. Világos, csodálatos. A régi szokások helyett újakat kell találnom a dolgok kezeléséhez. Már el is kezdte gyertyafényben, a piros selyem pizsamában lepihenve a visszakapott kanapén. Szent ég! 2002 óta nem használtam a kanapét. Nagyon kényelmes, pihentető. El is aludnék. Alig várom, hogy a ház többi része is kész legyen. Folytassuk mielőbb!